Üzenetekkor iskolámban. Június volt, súlyonklunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellőrömön, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jóket förgetek, s helyérült az öbben némaság. Körülöttünk már az élek sérgetek. Ó, ifjú szent megjózanodás, komoly nagy tény, hős férfiú szerep, emléketek ma is mély csodás. Hős alt az élet és megélni szép, ha hozzájátszik tüzes csíkó, ifjú vitézők lengetek szívét. Most búcsúzunk és elmegyünk, hangzott az előbb a szövegtan termek falai között. Búcsúzik a 8. osztály a pedagógusoktól, nevelőktől, fizikai dolgozóktól és tanulótársainktól. Köszönjük Ottó bácsinak, hogy intézte ügyeinket, segített dolgaink megoldásában. Köszönjük Gyula bácsinak és Sanyi bácsinak, hogy a szabályzat ellenére és testre megírták engedélypapírunkat. Köszönjük János bácsinak, hogy megengedte, hogy drága buszorokat megvegyük nevelőink, hogy otthonosabban éljünk. Köszönjük Csillikat tanének, hogy az alsóban megtanította nekünk a számokat és az ABC-t. Ezzel megalapoztuk tudásunkat. Köszönjük volt osztályfőnökeinknek, Magyika nének és Lajos bácsinak, hogy elvállaltak minket, és jó tanácsokkal látok el. Hiába ez a legnehezebb dél. Köszönjük a mostani tanárainknak, hogy fejlesztették tudásunkat. Köszönjük Szűcsei Kerénynek,
hogy egyszertetett minket, és megtanított minket magasztatulani, fejen állni, és még lukfentezni is. Éban innen köszönjük, hogy osztályfőnökünk volt, azon kívül a biológia, technika és a rajztanének, hogy magyar tudásunkat fejlesztette, és helyes írásunk nem maradt a padlón. Köszönjük Bodnár Katka nénnek, hogy a történelmet, illetve az állampolgári ismereteket és az éneket tanította meg velünk. Katka néni magyarázásával megtudtuk, milyen lehetett a múltba, és megpróbáltunk mutatót mutatni a mostani világba. Köszönjük Jücske nénnek, hogy felsős éveinkben matematikát és 7. osztályi fizikát tanított. Továbbá Jücske néni nem hagyta, hogy buták legyünk matematikából, inkább korepetált minket. Köszönjük Julika nénnek és Katka nénnek, hogy utolsó évünkben tanítottak minket. Julika néni, ahogy magyarázta a csillagászatot, úgy éreztük, mintha ott lennénk. Berek és Katka nénivel kémiát nem csak egyszerű egyhangúan tanultuk, hanem érdekes kísérleteket is végeztük. Bocsánatot kérünk minden tanártól, akit megbántottunk. Köszönetet mondunk még azoknak a tanároknak, Barika nénnek, Kristovácsnak és feleségének, Erzsike nénnek, akik szintén megtanították velünk a szükséges anyagot. Sok boldog és nyugodt nyugdíjas évet kívánunk nekik. Köszönjük nevelőinek, hogy gondossággal figyeltek ránk. Köszönjük a konyhásoknak, hogy finom ételt csináltak nekünk. Köszönjük a mosodásoknak, hogy kimosták a kozott ruháinkat, és ami elszakadt, megmarták. Köszönjük a takarítósoknak, hogy az épületünket kitakarították. Köszönjük a fizikai dolgozóknak, hogy megkönnyíteti dolgainkat, és megcsinálták nekünk, ami eldomlott. Nem utolsó sorban kívánom tanulótársainknak, hogy nem csak az általános iskolát, hanem a középiskolát is véget el. Mindenki. Kívánom azt, hogy az utának jövőt az iskola jó hírnevét beszéljék és növeljék. Sok boldogságot kívánok mindenkinek. És meghatódva állok előttetek, s pár szót kell mondani utóvalóul. Mit mondjak? Milyen reményt csókosok előttetek? Mikor olyan zavaros világban élünk, rendszerváltás, tájt, munkanélküliség, ezek a fogalmak szökkennek a levegőben, és tibia az életbe léptek ki. A biztonságos falakat elhagyva kívánom, hogy segítőkezek váljanak, tiatokat elérjétek, munkát és filmet találjatok. Kedves Valagó 8. osztályosok, tisztelt vendégeim, tisztelt kartársak, munkatársak! Ismét elteltett a név, és ismét itt állunk a mi általunk úgynevezett dísztérnek nevezett helyen, hogy elbúcsúztassunk egy újabb 8. osztályt. Intézetünk fennállása óta eltelt 39 év alatt közel 600 tanulót búcsúztattunk el, és indítottunk útnak az élet rögös útját. A mi iskolánkból olyan gyermekek kerültek és kerülnek ki, akik már sajnos sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. Az intézet megpróbálta pótolni a családot, visszaadni az elvesztegetett évek hiányzó tudását, alapismereteket. Igyekeztünk felvételni gyermekeinket a kikerülési után várható nehézségekbe, rájuk leselkedő veszélyekbe. Azt próbáltuk megértetni, hogy a továbbhaladáshoz nem elég intézetünk dolgozóinak lelkiismeretes, anyáskodó gondoskodása, ehhez mindegyiknek erős elhatározás, akarat és kitartás kell. Becsületre, segítőkészségre és emberségre neveltünk mindenkit. Becsületre neveltünk azért, hogy cselekedeteitek mindig megfontoltak, tiszták legyenek, hogy környezetetek tiszteljen benneteket. Menjetek tehát, előttetek van a csupa nagybetűvel írott élet. Előttetek van az első önálló erőpróba, amelyben kipróbálhatjátok saját erőtöket, értéketeket. Hasznos és értékes dolgokat teremthettek magatoknak és népünknek is. Az élet küzdelmeiben azonban mindig emlékezzetek a figyelmeztető szóra.
Becsületesen élni nehéz, de jó. Hanem igyekezzetek látni. Legyen véleményetek, s ehhez mindig ragaszkodjatok, amíg az ellenkezőjéről meg nem győződtetek. Örüljetek a fiatalságnak, de ne tekintjétek privilégiumnak. Jusson eszetekbe, hogy egyszer majd le kell mondani róla. Tanévesebben siránkozatot, ne féljetek a nehézségetektől, ne várjatok, hogy mindenki támogatásukra sorakozzunk rá. Kérdez lábfaját átadom, és kérdezik becsinálni az érdeklőket. Ezennel a robotokon egyébként a tartalmat, úgy is tudom, hogy így lehetünk el. Thank you.